Mi történt, Casey? Indiánok? Fel van perzselve a fű, Woodley bácsi. Tűz volt a prérin. Olyan fekete a föld, mint a korom. De ne legyen Calhoun kapitány a nevem, ha nem találok utat ebben a pokolban is. Fél a lovam, nem akar előre menni! Kinek hisz inkább, Mr. Poindexter? A fia lovának, vagy egy tapasztalt katonának? Henry! Fogadj szót Kézinek! Tényleg pokol ez? Mozogjatok, hé! Gyerünk tovább, niggerek! Vagy itt pusztulunk mindnyájan! Gyerünk! Szomjasak, szegények. Tessék, Kézi! Itasd meg az állatokat a kulacsomból. Louis nevetségessé akar tenni. Hogy találunk itt utat? Önök is bebugyolálhatnák az arcukat. A hamu miatt. Nemrég vagyunk Texasban. Louisianából jövünk. Megvásároltam a Casa del Corvo Haciendát. Azt, ami a Leone partján az Inge erőd közelében van. A ültetvénnyel együtt. Abban reménykedtünk, hogy még alkonyat előtt odaérünk, de eltévedtünk. És elfogyott a vízünk. Csak Louis lányom miatt aggódom. Uram, nem segítene, hogy kijussunk innen? A Leona partjához? Hiszen ott van. Nem látja, uram? Ahol az a magas fa látszik. Egyenesen afelé igyekezzenek. A gázló ott van a közelében. Kicsit balra. Ide figyeljen, mi gentlemanek vagyunk, és nem nyomkeresők. Sajnálom, de nem kísérhetem el önöket. Sietek. Haladjanak a lovam nyomán. Uraim? Igaza van, uram, önök tényleg nem nyomkeresők. Haladjanak úgy, hogy a nap jobb kéz felől legyen. Siessenek, nehogy besötétedjen. Egyenesen a nagy fa irányában. A gázlót könnyen megtaláljuk a folyón. Az még gentlemaneknek is gyerekjáték. Százat teszek egyellen, hogy félre akar vezetni minket. Nekem úgy tűnt, hogy tisztességes és jól nevelt ember. Beképzelt fickó. Texas tele van ilyen csavargókkal. Legtöbbjük azért került ide, hogy meglógjon az igazságszolgáltatás elől. A sincs kizárva, hogy elkojott embere és csapdába akar minket csalni.
Ilyen gyönyörű pár. Texas új szépség királynője. Nagyon szép, ugye? Nekem jobban tetszik a papája, aki valóságos aranyzsák. Ami pedig a nőket illeti, drágám, számomra esküszöm Jézus Krisztus keresztjére. Csak Isidora Covarrubio de los Llanos létezik. Ó, Diaz, mondj valami újabbat. Na és hogy vannak a katonái? Nem szenvednek a semmittevéstől és az unalomtól? Miért nem kérdezi meg egyenesen? Kiásták az indiánok a csatabárdot, vagy sem? Az őrnagyúr emberei jól megjegyezték Sheridan tábornok mondását. A legjobb indián uraim a halott indián. Engem most jobban aggaszt az a csőcselék, amely újabban elárasztja Mexikót. Az elkojott féle fejvadászokhoz hasonló. Kívánom, hogy fogják el minél előbb azt a banditát. Uraim, javasolom, hogy emeljük poharunkat Texasra, Amerika új 28. államára. Igen! 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 Indiánok! Indiánok! Egyverbe, uraim! Egyverbe! Mr. Poindexter, azonnal csukassa be a kapukat. Van önöknek fegyverük a házban? Mustangok. Csak nincs valami baj, uraim! Mivel lehetek a segítségükre? Minden rendben, Morris. Az egyik hölgy a mustangokat vérszomjas indiánoknak nézte. Az ön bátor katonái, őrnagy úr, olyan alaposan kiűzték a részbőrűeket a saját földjükről, hogy a csatabárdokat jó ideig nem ássák ki újra. Örülök, hogy újra látom, uram. Most legalább megköszönhetem a segítségét, az útbaigazítását. Morris Gerard mindig a rendelkezésükre áll. Hálásan köszönöm. Mr. Poindexter,
Mustangvadász társaimtól úgy hallottam, hogy a lovakat akar vásárolni. Úgy van, jól hallotta, kedves barátom. És biztosíthatom, olyan vevővel áll szemben, aki sohasem szokott garasoskodni. Pluto? Viszontlátásra, fiatalember. Fáradjon a konyhába, majd intézkedem, hogy ellássák önt. Uraim, nézzék ezt a gyönyörűséget. Mr. Gerard, adja el nekem a lovát, bármi áron meg akarom szerezni. Vedd úgy, hogy a tiéd, Louise. $150 adok neked érte, te Mustang vadász. Egy pillanat. Kedves kapitány úr. Esküszöm minden szentekre. Van itt valaki, aki alá jobban illene ez a lovacska. $250. Ha én valamit meg akarok szerezni, a magam erejéből is megtehetem. $300. $500. Ez a ló nem eladó. $500, Mustang vadász. A ló nem eladó, uram. De hazámban, Írországban, a házavató ünnepségen ajándékot adnak a család egyik tagjának. Nem a családfőnek, hanem a feleségének vagy a lányát. Engedje meg tehát, hogy régi írszokás szerint Miss Poindexternek ajándékozzam a Mustangot. Elfogadom az ajándékát, Mr. Gerard. Önöknek nem tetszik ez a szokás, uram? Nekem nagyon tetszik. Miss Poindexter, ha lasszul fett a ló nyakába, és bevezeti az istálóba, mindenkor engedelmeskedni fog önnek. Végtére is kiméséli el nekem, uraim, hogy kicsoda ez a folyáca, ez a lókupec, Gerard. A spanyol király törvénytelen fia. India alkirálya. Mr. Kékszakál inkognitóban. Egy semmirekelő csavargó. Egy pávatollak a lékeskedő csóka, ezért nem érdemes rápazarolni a figyelmet.
pena mía me gusta comprender. Ay, señor, porque el traidor así me abandonó. Mi razón. Én úgy vettem észre, uraim, és higgyék el, jó szemem van az ilyesmihez, hogy hölgyeink epekednek ezért a musztánk vadászért. Ki nyíltan, ki titokban. Megel. Mondd csak, Diaz, hogy van az elbűvölő Izidóra? A házamat a ünnepségen olyan sápat volt szegény. Szegény, Diaz. Viszkit szódával. Én a helyedben szódát adnék neki viszki nélkül. Szerintem 5 centje nincs az éhen kórásznak. Még sosem maradtam adósa. Viszkit szódával. Mindenki a vendégem. Igyunk, uraim, ahogy katonákhoz illik. Ne mondja Diaz úr a tulajdonos, hogy hiába szívjuk itt a levegőt. Éljen Amerika, de az amerikaiak számára. És pusztuljon minden jövevény. Elsősorban az átkozott írek. Én ír vagyok. Valóban, az öltözékéről ítél, azt hittem, mexikói. Nem tudom, mi a kifogása az öltözékem ellen, Mr. Calhoun. De mert bepiszkította az ingemet, engedje meg, hogy kiáztassam a keményítőt a gallériából. Nem, uraim! Aki nem engedelmeskedik, annak elkobosztatom a fegyverét. Ne üsse bele az orrát a dolgunkba, őrnagy úr. Calhoun kapitány, ne feledje el, hogy ennek az erődnek én vagyok a parancsnoka, és nem otthon van, ahol véresre korbácsolhatja a rabszolgáit, ha úgy tartja a kedve. Párbajozzanak, de ne itt, ahol másokat veszélyeztetnek. Kötelességem megkérdezni önöket. Úgy vélik, hogy a párbaj elkerülhetetlen? Ha Mr. Calhoun bocsánatot kérek... Soha! Bocsánatot kérjek egy ilyen hülye alaktól, mint ez a pojáca itt. Elég! Lehetőséget akartam adni neki, hogy mentse az életét. De legyen párbaj. A kapitány revolvere 2-es kaliberű 6 lövetű volt. Az öné is ugyanolyan. Más fegyver nincs önnél? Nincs. Minden fegyverében benne van a monogramja. Még a golyóban is, amit ennek a semmire kellőnek a fejébe röpítek. Most mindenkit megkérek, hagyja el a helyiséget. A szalon bejáratánál levő harangjelére az ellenfelek bejönnek, és a többi már az ő dolog. Egy pillanat, őrnagy úr. Ez azért némileg engem is érint. Ki fogja megtéríteni a káromat? Majd azt téríti meg, aki életben marad. Vagyis én, kedves barát. Ez volt a 11. Kíváncsi vagyok, kié lesz a 12. lövés, az ördög vigye el. Vallja be, hogy vesztett, kapitány. Elég volt. Tegye el a revolvert. Bocsánatot kérek. Kapd el! Szórakozott vagy ma, nővérkém.
Jó van, ez már jobb volt. Ali! Vallja be, hogy vesztett kapitány. Elég volt, bocsánatot kér. Bocsánatot kér, maga beképzelt felfúvalkodott alak. Nem volt gyerekszobája, megbocsájtani soha. Kegyelem, szeretem önt, Louise. Miket beszélsz, Henry? Kelhán és Gerard párbaja nagy port vert fel a városban. Mi lett ezzel a szegény Mustang vadásszal? Pluto azt mondja, hogy ő is súlyosan megsebesült, ha nem is annyira, mint derék rokonunk. No csak, Louise, nézz a szemembe. Csacsi gyerek vagy, csak nem képzeled, hogy én is egy Mustang vadász. Pedig esküszöm, alkalmasabb volna tisznek, mint egyesek. Képzeld, Kézi azt akarja, hogy legyek a felesége. Te ismersz. Tudod, hogy semmitől sem félek, de most olyan riasztó sejtelmeim vannak. Esküszöm, ahhoz a férfihoz fogsz feleségül menni, akit megszeretsz, és aki majd méltó lesz hozzád. Hm. Ki az? Jó barát, nyissa ki, Diaz. Diaz. Tessék. Azért jöttem, hogy elszámoljunk. Hogyhogy ilyen későn tisztel meg a látogatásával? Álmatlanságban szenved. Mennyivel tartozom? 300-zal. Ez 500 dollárral több. Előleg, Señor Diaz, 500 most, 500 később. Vagyis 1000. Miért? Talán nem ér meg ennyit. De megér, kapitány úr, mert a gyilkosság kockázatos dolog. Persze lehetnek a gyilkosok indiánok is. Igen, természetesen, elég régi trükk. Csak hogy a prérin mindig maradnak nyomok. Ha nem tévedek, texasi földön vagyunk, Señor Diaz. Texasin, Señor, de elfelejte, hogy én mexikói vagyok. Ha én is amerikai volnék, mint ön, büntetlenül onthatnék embervért. Hallottam egy mexikóiról, aki nem sokat törődik a törvényeinkkel. Ki az? El Coyote. Segítsen nekem megkeresni. Nem vállalkozom rá, és önt is óvom tőle. Aki El Coyote-ot látta, az biztosan halott. Rendben van. Hát akkor csak hadd éljen szépen tovább az az átkozott ír. Egyébként rebesgetik, hogy ez a mexikói szépség Izidóra úgy fut utána, akár csak ő a vadlovak után. Magának is épp úgy a bögyében van, mint nekem. Mindketten gyűlöljük. Nincs számára hely a földön. Hé, fiúk! Gyertek csak ide. Fegyvertársaim és barátaim, karakám fickók, esküszöm minden szentekre. Sokat beszél, Diaz. Maguk örök is ilyetnek, mindig türelmetlenek. Már pedig a mi esetünkben ki kell várni a megfelelő pillanatot, a kedvező alkalmat. Ez az Alama folyó. Ez a konyhója. Ez pedig, ez mi vagyunk. Louise! Nem szeretem, ha egyedül kószálsz a prérin. Nem emlékszem, hogy valaha is a tanácsodat kértem. De az indiánok, Louise! Az én Lunám megment engem. El Coyote haramiáj! Elbűvölöm őket! Te örömöd leled abban, ha gúnyolódhatsz rajta. Úgy van. A mesék országában a csodák és varázslatok kertjét egy iszonyúan vad, gonosz sárkány őrzi. De néha megesik, hogy az űr elbóbiskol. És akkor szabad a vásár a csodák kertjében. Louise! Thank you.
menjünk el! Nem hagyom, hogy elpusztuljon! Inkább meghalok! Valahogy meg kell állítanunk őket. Uram, maga megőrül. Ne vesztegesse az időt, igyekezzék a folyóhoz, ott a kunyhón, menjen oda. Nem hagyom magára. Jó, akkor mindketten elpusztulunk. Azt mondtam, nem hagyom magára. Induljon már, otthon szíveskedjék, szeszélyeskedünk. Gyerünk. Maga. Maga volt mellette éjjel-nappal, vagy én? Ki mosta le róla a vért a párbaj után, és kiápolta? Ki könyörgött érte a szűzanyához, hogy gyógyítsa meg? Ki volt anyja helyett anyja, a cselédje, a nővére? Ki? Én és senki más. Én, és nem maga. Tűnjön el innen. Menjen a kapitányához. Nem mondok le róla, mert Morris az enyém. Nem értem, miről beszél, kedves. Úgy látszik, elfelejti, hogy ki vagyok. Louis Poindexter. Poindexter. Ő pedig Lou Kupec, Mustang vadász. Tartsa meg. Nekem egyáltalán nem kell. Ő az enyém. Az enyém. Az enyém. De lehet, hogy mégis kell. Még nem döntöttem. Uram, kérje meg a lovát, hogy ne taposson rá a vacsorámra. Vacsorájára? Igen. Ez a kis madárka az én vacsorám. Fütyülök a vacsorájára. Nem látta erre felé a kis asszony? Zeb Stump a nevem, uram. Zeb Stump, ha nem tévedek, 65 éve. Azt kérdeztem, nem járta erre a kis asszony, Mr. Stump? Kis asszony? Málna színű lovagló ruhán? Igen. A lovának a szőre olyan foltos, mint egy jaguár? Igen. Olyat nem láttam. Hé, öreg! Vagy mi a neve? Én Kelhan kapitány vagyok, és nem szeretem a mókamestereket. Nocsak, igyekezz, fiam. Minden rendben van, kapitány úr, ne aggódjék. Már utolérte a maga málna színű hacukáját. A sistergős mentő, kiről beszél? Morris Gerardról, ki másról? Ennek a fiúnak helyén van az esze, és mindig tudja, hogy mit tegyen. Ha rajtam múlna, Amerika elnökévé nevezném ki. Ki nem állhatom a lovakat. Persze az én vén kancám kivételével. Az Isten úgy alkotta az embert, hogy a maga lábán járjon a földön. Itt már egy kicsit fáradtabban szedte a lábait. A kisasszony kancája. Mondom magának, nem szabad bízni a lovakban. Persze az én kancám kivétel. Fütyülök a gebélyére. Mi van a kisasszonnyal? Hip, hip, hurrá! Micsoda látvány lehetett, uram! Nem sajnáltam volna egy ezüst dollár, csak hogy láthassam, mint teríti le a vezetőjüket. És ezzel eltollaszolta a lovak előtt a bejáratot. A mustángok nem folytatták az üldözést, visszafordultak. Mr. Stump, könyörgök, mondja meg, hol van Louis? Nézze, Mr. Kellan. Minden gyerek tudja, ha csak nem hülye, hogy az évnek ebben a szakában a kancákat és a méneket szigorúan külön tartják. Különben... Különben mi van?
Különben megette a fene. A túlsó oldalon már nem látok nyomokat. Úgy néz ki, mintha egymás mellett álltak volna, mint két lovacska egy kocsiba fogva. Na nem baj. Az egyik lovacskát majd hamarosan elhozom onnan. Azt szokták mondani, a vájúhoz egy ember is oda terelheti a lovat, de 40 sem kényszerítheti arra, hogy igyon. Már csak te nyavajás, írgasz fickó. Gasz fickó Texasban is van épp elég. Miss Poindexter. Mr. Gerard. Hogy tetszett önnek a szegény musztángodász kunyója? El vagyok tőle ragadtatva. Elhagyott ott kis fészek. Elhagyott ott? Ezt nem mondanám. Bizonyára öreg barátommal az Epstamp-pal találkozott. Vadászgat az öreg, és néha megvendégel a zsákmányából. Az öreg vadász? Ha vállig érő korofekete haja van, apró lába és bársonyos hangja, akkor vele találkoztam. Izidora kisasszony túlbőkezűen hálálja meg azt a kis szolgálatot, amit neki tettem. Őt is a vadlovaktól mentette meg? Részek banditák támadták meg, és én megfutamítottam őket. Ha nem is volt halálos veszélyben, mégis jó, hogy időben érkeztem. Maga mindenhová időben érkezik? Valakinek ott kell lennie a bajba jutott ember mellett. 5 évet adnék az életemből, ha most banditák kezébe kerülhetnék. Miss Poindexter, azt az átkozott szakadékot, amin átugrottunk, halálszakadéknak nevezik az itteniek. Egész indián törzset pusztítottak el itt, és ez a szakadék mégis semmi kis árok ahhoz képest, ami a milliómos lányt a szegény musztángvadásztól elválasztja. Azt a szakadékot még az ön szürke lován sem lehet átugratni. Ha egyszer bajban leszek és hívom, eljön? Örülnék, ha erre nem kerülne sor. Mr. Gerard? Miss Poindexter. Szépen énekelsz. Esküszöm Krisztus könnyeire. Gyönyörűen énekelsz. Nincs jobb szórakozásod, Diaz, mint örökké utánom járni. Hogy szabaduljak meg tőled?
Hogyan szabadulj meg? Esküszöm, a megváltó feszületére és a benne lévő szögekre nem tudsz elbújni előlem, nem. Jól megbolondított az a musztángos, mint a vasbék jóval láncolt volna magához. Diaz. Tessék. Nem kellek neki. Nem szeret. Csak egy szóval mondd, és megölöm azt a gazfickót. Isidóra. Isidóra. Ide hallgass! Elkojott! Szóval te vagy Elkojott. Elkojott Fülix szerelmes belém. A retteget Elkojott. A harami, a Lator. Aki megtudja, hogy kiviseli ezt a nevet. Az elrúgja a patkót. Csak nem képzeled, hogy megijedek. Nem vagyok én sápkóros amerikai miss. Tedd el a mordájudat, te mafla, és olyanokat ijeszges vele, akiknek még sohasem volt lasszó a kezükben. Mondd csak, láttad már, hogyan bánok a lasszóval? Akkor figyelj! Te Elkojott vagy. Te én meg Isidóra Covarubio. És nem merészelj az utamba állni. Ezt a találkozást ajánlom, felejtsük el. Nem láttuk egymást. Mi van, Pluszó? Semmi különös, uram. Csak azt akarom mondani Miss Louise-nak, hogy a Mustang felnyergelve várja. Kilovagolsz a prérire, Louise? Az idő csodaszép. De természetesen nem egyedül. Az nem illik. Kísérjen el Henry vagy Casey. Eredj, Plutó. Eredj. Eredj. Csapd ki Lunát a legelőre, vagy kergesd el, ahogy akarod. Hadd nyargalászon a prérién, ha kedve van hozzá. Nekem már nincs rá szükségem. Megháborodtál, fiam. 10 mexikói dollárt ezért az egészét, akkor már inkább odaadom az első sakálnak. Még az is hálásabb lesz, mint te vagy. Legalább jól lakik és békét adj a szegény őzeknek, meg a nyulaknak. Tiszteletem, kisasszony. Ne legyen Zeb Stamp a nevem, ha láttam már ilyen szépséget, de a szakácsához fogható hülyét sem találni a földkerekséget. Ez a fickó valóságos Isten csapása. Alig, ha kerülnének az én madárkáim az önök asztalára, ha csak nem fogjuk a disznót a folyóba. Igazán nem vártam magától ilyen kegyetlenséget, Mr. Stamp. Mennyit akar értük? Egy fél pennit sem, kisasszony. Megelégszem az ön elbűvölő mosolyával. És egy pohárka viszkivel. Kér vizet, Mr. Stamp? Vizet, kisasszony. Felhígíteni a viszkit, hogy ne égesse a torkát. Nem bánom, megpróbálhatjuk. Így áll, Tubica. Így áll, aranyom. Ez a Mustang vadászpostása. Nagyon jól ismeri a házamat. Ma reggel érkezett Morisztól. Azt üzeni, elfogyott az élelme. Mr. Stamp, a galambok gyorsan repülnek? Gyorsabban, mint a villám. Úgy, mint a gondolat. Mr. Stamp, mennyiért adja el a galambját? A galambomat? Nincsen annyi pénz, nincs. Egy pohárka viszkiért, és azzal a gyönyörű szemével kedvesen tekint az öreg Stampra.
Természetesen szabadon dönthetsz. Én nem kényszeríthetlek. De eladósodtam, lányom. A kölcsön, amiben miattatok vertem magad, miattatok gyermekeim, arra kényszerít, hogy... Ne folytasd, apám, ne alázd meg magad, hiszen úgyis mindent tudok. Ne haragudj, de sohasem leszek kézi felesége. Kelj fel, Henry! Kelj fel! Gyere velem, hogy a saját szemeddel lásd a családunkra szakadt szégyent! A nővéredet egy nyavajás senkiházi jött-ment karjaiban. Arra gondoltam, hogy elintézem én. De helyesebb, ha te az öccse állsz bosszút a nővéred meggyalázóján. Én itt maradok, és segítek, ha kell. Megölnek, nyomorult! Állj félre, Louis, hagyd, hogy lelőjem! Louis, menjen, menjen! Henry! Ha rálősz, nem vagy többi az öcsém. Henry! Te nem sértheted meg azt, akit szeretek. Szereted? De hát akkor ez Maurice Gerard volt. Igen. És te jóvá tehetetlenül megsértetted őt. Elfeledkeztél az esküdről, Henry. Istenem, Maurice Gerard. Esküszöm, nem tudtam, hogy ő volt az. Semmiről se tudtam, értsd meg. Rettenet. Ellenségek lettetek. Utána megyek. Utolérem és bocsánatot kérek tőle. Igen, ezt kell tenned. Ez férfihoz méltó tett lesz. Férfi, tejfeles szájú, gyáva taknyos. Hogy van a kezed, Kézi? Már teljesen rendben. Pluto. Igenis, uram. Menj fel Mr. Henry szobájába, és hívd reggelizni, mondd, mi már asztalnál ülünk. Igenis, uram. Mi van, Pluto? Megsüketültél? Nem. Nem, uram. Akkor menj oda, ahova küldtek. Igenis, uram. Mi történt, Pluto? Harry úr nincs a szobájában. Egyáltalán nincs itthon. És a lova? Hol a lova? Nem tudom, uram, nincs az istálóban. Ez a szelíd fiú, aki a légynek semmit. Lelőtték, vagy dárdával döfték el. Az átkozott komancsok, ez az ő művük. Ki tudja, miben sántikálnak már megint. Az indiánok nem engedték volna el a lovat. Ide figyeljen, kapitány! Foglalkoznia kellene azzal a fickóval.
Egyre erősebb a gyanúm, hogy ő volt a gyilkos. Kicsoda? Mustangos Gerard. Talán azért, hogy bosszút álljon magán. Lehet, hogy ezért ölte meg az unoka öccsét. Maga nincs észnél, Diaz. Fecseg. Én. Itt egy ostoba vénasszony. Értékeljük az ön nemes lelkűségét, kapitány. De mindnyájan tanúi voltunk a párbajuknak. Vannak itt férfiak, vagy nincsenek? A fiam eltűnt. És önök csak a szájukat koptatják. Uraim, azt ajánlom, alkossunk két csoportot. Én a tiszturakkal a komancsokhoz vágtatok. A többiek addig, ki tudja, hol a mustangos kunyolja? Én tudom, megmutatom az utat. Tehát a többiek Diaz vezetésével megkeresik a mustangvadászt. Rajta, uraim! Esküszöm, ahhoz a férfihoz fogsz feleségül menni, akit megszeretsz, és aki majd méltó lesz hozzád. Isten, ő az! Ez Maurice. És hol az én Henrym? Hol az én Henrym? Hol az én Henrym? Úgy látszik, magának volt igaza, Diaz. Uraim, meg kell várni, míg olyan állapotban lesz, hogy kihallgathatjuk. Mit akar tudni, ami még jobban meggyőzni a bűnösségéről? Rajta van Henry köpenye, nézzen csak a pofájára. Összeverekedtek, Henry vére van rajta. El kell adnod, Spencer, a tetszere, mit a csinált a nyakára! Hé, Bill! Ha egy centivel is tovább húzod azt a madzagot, olyan ólom gombócot kapsz a bendődbe, amit ítéletnapig sem emésztesz meg. Mit műveltek itt, ti őrültek? Elment az ezetek? Túl nagy felelősséget vállal magára. Ki-e magának, hogy így kiáll érte? Mustangos Maurice a barátom. De ha nem volna az, Sepp Stump akkor sem tűri az igazságtalanságot, még Texas prérien sem. Nem tudja, hogy megölte a fiamat? Akkor miért nem maga az, kedves mister, aki a vél gyilkos nyakába teszi a kötelet? Ha csináld ezt a hóhér munkát, te szemmenli, már van benne gyakorlatod. Azt hiszed, nem tudom, kilincselte meg a négert, amikor elveszett az ócska nyerged? Hé, Dick Medlon, nem akarod te fellógatni? Te tudod legjobban a módját. Vagy nem te voltál, akinek Spencer és Bill Williams-el Indiának álcázva elhajtottad a más jószágát, és ezzel a kis csintevéseddel öt teljesen ártatlan indiánt juttattál a gasztófára? Hé, öreg Selton! Itt az alkalom, hogy kitüntesd magad. Akaszd fel, szúrd le, folytsd meg a honfitársadat, és büszkén visszhangozza nevedet, Texas. Mit vacakolunk itt vele? A komancsok felkerekedtek és elmentek, már túljárnak a szakadékon. Nem is ők voltak, mustangos volt. Törvényes bíróságnak kell kimondania, hogy bűnös-e mustangos Gerard ebben a gyilkosságban. Csendegyen! Hallgassanak! Olyan népteleni lüvöltöztök, mintha mindannyiótoknak két torka meg két nyelve volna. A kísértet!
annyira nem lehetek beteg, hogy kísértetet lássak. Mr. Gerard, meg tud bocsátani nekem. Legyen átkozott a levelem. Ne bántsa azt a levelet, kisasszony. Hiszen abban csak arra kért engem, hogy látogassam meg. Őszintén szólva nem is vettem komolyan. Nem vette komolyan? Akkor miért jött el mégis, Mr. Gerard? Mert tartottam tőle, hogy tévedek. És tényleg szüksége van rám. Miss Louise, én szeretem önt. Meg kellett ezt mondanom. Valószínűleg nem lesz rá több alkalmam. Feleljen nekem. Azt a hihetetlen szót, amit az öcsének mondott a kertben. Miss Poindexter. Csak azért mondta, hogy megmentsen engem, vagy... Mr. Stump, ma nem veszünk vadat. Milyen kelek kutya vagy te, Pluto? Azt hiszed, azért jöttem ide? Hiszen még az éhes farkasnak is elmegy az étvágy, amikor ilyen szörnyűségek történnek a világban. Ó, Mr. Stump, megjelent az éjszaka. A négerek látták őt. Kicsodát? A kísértetet, vagyis a fej nélküli lovast. Azt mondják, olyan hatalmas lovon jár, mint maga a hegy. A gyilkos átkeresi, és addig nem nyugszik, míg meg nem találja. Istenemre, szívesen segítenék neki megkeresni azt az elvetemültet. Aztán még azt is mondják a négerek... Na gyerünk, nyök csak ki, mit fecsegnek még össze a négereid? Nem akarják elhinni, hogy Mr. Gerard a gyilkos. Bárki, de nem ő. Hát akkor ki, Pluto? Halljuk. Ó, Mr. Stump. Mit is tudhatna a szegény Pluto? Ma már úgy is kijutott szerencsétlennek a bajból alaposan. Rossz fát tettél a tűzre. Pluto nem tett rossz fát a tűzre. Csak megkérdezte Kelhan kapitányt, hogy mi történt szegény lovával azon az istenverte éjszakán. Olyan fáradt és agyonhajszolt volt. Ó, Mr. Stump, úgy megvert korbáccsal, mint egy rühes kutyát. Ha most összeszeded magad, barátom, törleszthetsz valamit neki. Milyen színű a lova? Vörös, Mr. Stump. És az egyik patkójából hiányzik egy darab. Ó, Mr. Stump mindent tud. A préri nyitott könyv, kedves barátom, csak tudni kell olvasni benne. Na. Mr. Stump szeme mindent lát. Még a kísértet nyomát is a levegőben. Woodley bácsi! Woodley bácsi! Elhatároztam, hogy megnősülök, Woodley bácsi. Nősülni akarsz? Okosan teszed. Nincs kedvem itt hagyni addig ezt a világot, amíg családot nem alapítok. Helyes. Jó ötlet. Akkor nyilván beleegyezik abba, hogy Louise legyen a felesége. Micsoda? Louise? Igen, Louise. De hát ő nem szeret téged. Éppen elég az, ha én szeretem őt. Louise nem fog beleegyezni.
Nem számít, majd maga rábeszéli. Én? Nem. Eszem ágában sincs. Takarodj! Miért tegyek kárt a saját tulajdonomban? Hiszen ez az én négerem, nem igaz? Meg az is ott, és az is ott, és az is, és az egész ültetvény, meg a kastély. Hadd higgye a világ, hogy itt minden a magáé, Woodley bácsi. Éppen elegendő, ha mi ketten tudjuk, hogy mennyivel tartozik nekem. Igaz? Szilárdan elhatároztam, hogy családot alapítok, és azt akarom, hogy a Casa del Corvo úrnője Louise legyen. És senki más, érti, Woodley bácsi? Nem gondoltad meg a válaszodat? Itt minden az enyém. A föld, amelyen jársz. Az ágy, amelyben fekszel, sőt, még a ruhád is. Az ékszereid is. Mind az enyém. Gondtalanul élhetnél mellettem. És akkor te az akasztófa alatt akarsz eljegyzést tartani. A hóhért akarod felkérni eskető papnak. Fel fogják menteni. Felakasztják. Hazudsz. Nem ő ölte meg. Ki tudja. Ki tudja. Lehet, hogy igazad van, de akár így, akár úgy áll a dolog. Neked kell tanúsítani a bíróságon, hogy én igazat mondok, mert csak két tanú maradt. Ki ez a két tanú? Louise Poindexter és Casey Callahan. Ha elutasítasz, Louise, kénytelen leszel elmondani a bíróságnak, hogy a gyilkosság éjszakáján találkára hívtad Gerardot a kertünkbe. Az esküdteket ez érdekelni fogja, légy nyugodt, drágám. Texasban szeretik az eféle sztorikat, te szégyenben maradsz, sőt a kötelet is felsegített szeretett Gerardod nyakára. De a bíróságnak ezt nem kell megtudnia. Én azt hiszem, ez Gerardnak is sokkal jobb lenne. Gondolkodj, Louise, hiszen van még elég időd. Az Istenért hallgattassa el ezeket a jerikói harsonákat. Tisztelt esküt urak, megöltek egy embert. Egyik köztiszteletben álló polgárunk fiát. Maurice Gerard, Mustang vadász gyanúsítják ezzel a bünténnyel. Az én kötelességem, uraim, hogy ügyeljek az eljárás tisztaságára. Önöknek pedig mérlegelniük kell a bizonyítékokat, hogy eldönthessék, igaz-e a vád. Tisztelt ügyész úr, kezdje meg kérem a vád tanúinak kihallgatását. Casey Callahan kapitány! Kérem, eskedtesse meg a tanút. Esküszöm a mindenható Istenre, hogy vallomásomban az igazat és csakis a tiszta igazat mondom. Tisztelt uraim, súlyos mulasztást követtem el. Azt, amit most elmondok, nem lett volna szabad eddig elhallgatnom. De bíztam benne, hogy erre nem lesz szükség. Azon kívül az én kapcsolatom vele, önök mindnyájan jól tudják, hogy mi történt köztem és közte. Az ön párbajának a vádlottal, kapitány, a világon semmi köze sincs az ön tanúvallomásához. Megnyugtathatom, senki sem fogja önt hamis tanúzással vádolni. Nagyon köszönöm, bíró. Szerda éjszaka. Azon az éjszakán, mikor eltűnt az unokatestvérem, a lelketlen gyilkosság iszonyú éjszakáján, uraim. Igen, azon a szörnyű éjszakán, igen, tisztelt uraim, tűrhetetlen hőség volt, és nem tudtam elaludni. Kimentem a teraszra levegőzni. Még végig sem szívtam a szivaromat, amikor hangokat hallottam a kertből. Két hangot. Szegény Henry már nem tér vissza Casa del Corvóba, és soha többé nem fekszik az ágyába. A fekhelye ezen az éjszakán a préri lett. De hogy pontosan hol, az csak ez az ember tudja. Maga változatlanul tagadja a bűnösségét, Maurice Gerard. Változatlanul. Nem akarja megcáfolni a tanú vallomását, Gerard vádlott? Nem.
Ahogy óhaj, Gerard, ez jogában áll. Meg az halálát, ennek semmi értelme, világos, hogy ő a gyilkos. Miért nem akarsz? Csend legyen! Csendet! Vagy elrendelem, hogy ürítsék ki a termet. Hely a pakolba. Akarom mondani, a teret. Tisztelt Véró úr, engedje meg, hogy kérdést intézek a tanúhoz. Intézzen csak, tisztelt védő úr. Mr. Callahan, ön ugyebár szerette az unokaöccsét. Várjon csak, várjon csak. Tehát nem volt önnek közömbös. Ostoba kérdés. Megengedem, kérem, hogy a kérdés kicsit szokatlan. De a Henry Poindexter nem volt önnek közömbös, kapitány úr. Ön miért nem ment le a kertbe, amikor meghallotta a vitájukat? Nos? Azért, mert már papucsban voltam. És amíg csizmát húztam, minden elcsendesedett. És nyugodtan visszafeküdt aludni. Úgy, ahogy mondja. Köszönöm, bíró úr. Nincs több kérdésem. Hát gondolhattam volna, hogy olyan elvetemült lesz az a nyomorult, hogy lelője azt a gyerekember. Kérdezze meg Miguel Diazt, ő tudja a legjobban, hogy egészen az utolsó percig nem hittem Gerard bűnösségében. Hallgassák csak ki Diazt. Ő sok mindent elmondhat. Csatlakozom a tanú javaslatához, bíró úr. Miguel Diaz! Miguel Diaz! Miguel Diaz! A tulajdonos nincs a mulatóban. Kerítsék elő Diazt, és amíg megkeresik, a tárgyalást felfüggesztem. Isidóra. Isidóra szerelmem. Hagyd ezt. A tetted becsülöm, nem a fecsegést. Emlékszel a találkozásunkra Moris kunyhójánál? Igen. A bíróság elé készülsz? Igen, drágaságom. Képzeld, már értem küldtek. Megmondtam neked akkor. Ne merészelj az utamba állni. Nem mész tanúskodni. Megtiltom neked. Isidóra! Elkojott. Szépen fogadod a barátaidat, Diaz. Én nem vagyok itt, kapitány. A szalon már rég zárva. És én nem vagyok itt. Te részeg disznó! Szedd össze magad! Kivetkőztél önmagadból, próbálj észretérni! Tanúskodnod kell a bíróságon, Diaz. Kell. Mi az, hogy kell? Tetszik vagy nem tetszik, beszélni fogsz. Nem. Tehát meg akarod menteni az írfattyút a kötéltől. Hogy aztán feleségül vegye a gyönyörű Izidórát, igaz? Na jó. Ha nekem nem hiszel, bízzuk a sorsra. Ha piros, tanúskodni fogsz. Ha fekete, én vesztettem. Tessék, Diaz, ne szalaszd el a szerencsédet, tessék. Az ötödik az enyém. Gyorsan! Egy. Kettő. Három. A negyedik. Öt. Miguel Diaz! Miguel Diaz! Itt van már. Itt van már Miguel Diaz szolgálatunk. Eskedtesse meg a tanút. Az igazat esküszöm, csak is a szintiszta igazat, úgy ilyen Krisztus. Felkérem a tanút, mondja el közölni valóját a bíróságnak. Maguk itt mindannyian tudják, hogy ki vagyok én. Engem Miguel Diaznak hívnak. Miguel Diaznak! Hazugság! Hazugság! A te neved! Izidóra! A neved elko... Izidóra! Izidóra! Miért tetted ezt, miért?
banditára! Úristen! Vigyék innen ezt a mexikói sakát! Túl sok titka lehet ennek a rejtélyes, fej nélküli lovasnak, hogy még mindig gyilkolják egymást miatta. A harmadik napja tárgyalgatnak, és ő még mindig él. Elég volt ebből a komédia. Felakasztani mindig ráérünk, kedves barátaim, de kihallgatni lássák be, csak előtte lehet. Mert utána már bajosan mond olyasmit, amire kíváncsiak vagyunk, és aminek hasznát vehetnénk. Hajlandó végre beszélni, Gerard? Hát akkor csak hallgasson, maga tudja. Igazságos törvényeink megengedik, hogy hallgasson. Tisztelt esküdt urak! Az eljárás végéhez közeledik. Mint látják, Gerard vádlott lemondott az utolsó szó jogáról. Látod, nekem végem. De te is egyedül maradsz. Egyedül. Minden tanút meghallgattunk? Nem! Még nem! Adják ide a Bibliát. Le akarom tenni az esküt. Esküszöm a mindenható Istenre, hogy az igazat, csak is az igazat mondom. Maurice Gerard azért hallgatott, azért, mert... Miért, Miss Poindexter? A bíróság hallgatja önt? Mert azon az éjszakán én is a kertben voltam. Egyedül, kisasszony? Nem. Ugye nem hallgatja el előttünk, hogy ki volt ott önnel? Ketten is voltak. Az egyik az öcsém volt. Kíváncsian várjuk, kedves kisasszony, a másik nevet is. A másik. Maurice Gerard volt. Engedje meg, hogy megkérdezzem. Ez a találka véletlen volt, vagy pedig megbeszélt? Bíró úr, tiltakozom. Nem, nem volt véletlen. Akkor indiszkrét kérdést kell intéznem önhöz. Bocsásson meg, kérem, de kötelességem. Mi volt a célja, kisasszony, a késő éjszakai találkának? Ha? Amikor a börtönben megkérdeztél, nem tudtam válaszolni neked. Emlékszel a levelemre? Szükségem van önre, Mr. Gerard. Most neked van szükséged én rám. Mert ha az ember bajba jut, kell, hogy mellette legyen valaki. Igenis, szeretem őt! Nyugodjék, Miss Louise, és mondja meg a bíróságnak, tette Gerard ellenséges kijelentést az ön öcsére? Nem, sohasem. Öccse tette valaha ellenséges kijelentést Gerardra? Nem, soha. Ön ugyebár hallotta, amit Mr. Callahan mondott. Igaz-e, hogy az ön öccse és a vádlott haraggal váltak el azon az éjszakán? Igen, ez igaz, de azután... Mire való a halogatás? Fel kell akasztani! Felakasztani és kész! Ki kell mondani az ítéletet! Nincs itt már szükség több bizonyítékra!
Beszélj, Morris. Most már beszélhetsz. Bíró úr, csupán két kérdésem van a vádlotthoz. Tessék, ügyész úr. Morris Gerard megfelele a valóságnak, hogy ön hazájában, Írországban, szembeszállva atya akaratával megtagadta, hogy papi pályára lépjen. Megfelel. Megfelele a valóságnak, hogy ön, tisztes ír család sarja, megszökött az apai házból, és a felkelőkhöz csatlakozott, és ezért önt a bíróság bűnösnek nyilvánította. Megfelel. Igaz-e, hogy ön nálunk Texasban az indiánok barátja lett, és ők adakozó kéznek nevezték önt? Ez is igaz. Kérem a tisztelt esküdturakat, jegyezzék meg ezt. Én menekültként jöttem Írországból, ahol a királyság ellen harcoltam. És hazám szabadságáért. Nem minden igaz abból, amit elhangzott. Egyes vallomások eltorzítják a valóságot. A torzítók érdekei nyilván így kívánják. Igaz, hogy nézeteltérés volt köztünk Harryvel, és hogy haraggal váltunk el. De még azon az éjszakán, amikor az erdőben utolért, barátilag felém nyújtotta a kezét, és bocsánatot kért meggondolatlan kemény szavaiért. Örök alig, ha értik meg ezt a nemes gesztust. Őszinteséggel és hálával ritkán találkozik az ember Texasban. Hogy megpecsételjük barátságunkat, indián szokás szerint kicseréltük kalapunkat és köpenyünket, és azután elbúcsúztunk. Valamit nem értek, Gerard. Miért csinálták ezt a ruhacserét? Mondom, hogy indián barátaim között ez a szokás. Na és? Akivel az ember ruhát cserél, azzal szinte rokonságba kerül. A testvérévé válik. Tehát elváltunk egymástól. Alig tettem néhány lépést, amikor puska dörrent. Röviddel utána még egy lövést hallottam. Megfordítottam a lovam, és visszafelé vágtattam a sűrűben. Sötét volt, semmit sem láttam. De a lovam magától a célhoz vitt. A földön egy mozdulatlan ember feküdt. Halott volt? Több, mint halott, uram. Hogy érti ezt? Valaki levágta a fejét. Felismerte a halottat? Igen, uram. Harry Poindexter volt. Tudtam, hogy egyetlen ellensége sincs Texasban. Ezért szörnyű gyanúm támadt. Mondj el a bíróságnak. Tiltakozom, bíró úr. Teljesen elegendő, ha végighallgatjuk fantasztikus meséjét. Amint ott álltam fölötte, eszembe jutott, hogy a dél-amerikai indiánoknál az a szokás, ha valamelyikőjük a pampán hal meg, halottjukat a nyerekbe kötik, a nyerekkápához erősítik, és úgy szállítják haza. Én is így tettem. Felültettem Harryt a lovamra, lasszóval jó erősen a nyerekhez kötöztem, és a kantárszárnál fogva vezetni kezdtem a lovat. De alig mentünk pár métert, amikor a ló megbokrosodott. Kitépte magát a kezemből, és elvágtatott. A sűrűben egy jaguár tarkabundáját láttam megvillanni. Nyilván a vérszak csábította oda. A ló lovasával elvágtatott, és a jaguár rám vetette magát. Egyszer egy tudós barátom azt mesélte nekem, amikor Kolumbusz Kristóf boldogan partra szállt Amerika földjén, ezek voltak az első szavai. Úristen, oda nézzetek! Egy jaguár! Súlyos sebesülten, nagy kínnal, bajjal vergődtem partra, nem messze a kulvontól. Utolsó erőmmel a közelébe kúsztam, és elvesztettem az eszméletemet. Tudom, hogy önöknél nem sokat teketóriáznak, ha valakit el akarnak ítélni. De semmi más nem mondhatok a mentségemre. Tisztelt eskötörök! Azt javaslom, hogy most vonuljanak vissza tanácskozásra. Vezessék el a vádlottat. Jó kis mesét talált ki.
Csak aztán akadjon olyan bolond, aki el is hiszi magának. Az igazságot ketten tudják. És pedig? A gyilkos és Henry. De ő szegény már halott. Gyerünk, öreg lány, ülj még egy kicsit. Nem bánom, mondhatsz, amit akarsz, de azért te is szíveskedj belátni. Nem érdemelném meg, hogy Zebulon Stumpnak hívjanak, ha nem keresném meg azt az átkozott ördögöt. Oda néz, ott van! Vald be, hogy berezeltél, öreg lány. Hé, ördögi teremtés, Zeb Stump beszél hozzád. Őt pedig nem olyan fából faragták, akivel tréfálni lehet. Lelőlek, átkozott! Ha a pokol teremtménye vagy, úgysem fog a golyó. Tisztelt esküt urak! Kérem, feleljenek! Bűnösnek találták-e Maurice Gerard Mustang vadászt Henry Poindexter meggyilkolásában? Igen, bűnösnek. 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 A fej nélküli lovas. Ime tisztelt bíró úr, és tisztelt esküdt urak. Itt a tanú, aki teljesen megvilágítja majd ezt a sötét rejtét. Szíveskedjenek kihallgatni. Úristen. Ítéletet. Ki a gyilkos? Maurice Gerard ölte meg Poindexter. Ki a gyilkos? Ki? Maga szerint ki ölte meg Poindextert? Nevezze nevén, ha tudja. A nevére kíváncsi. Az a gyilkos, aki kétszer lőtt rá. Az első golyó halálos volt, a szívébe hatult. A másodiknak már nem volt semmi jelentősége. Vagyis egy szóval, a gyilkos nevére rátalálnak a holttest. Rajta! Vigyék! Vigyék el! Kézi Kelhan. Kézi, mit csinál? Elhan kapitány! Azonnal ereszel! Egy lépésre vagy, megölöd! Fogják!
Megálljatok! Ez most az én dolgom. Egyszer eljutnak a Casa del Corvóba, a kanyarbeli házba, fülüket olykor-olykor megöti egy suttogva elmondott, különös história, amely annyira hihetetlen, hogy szinte legendának tűnik. A szolgák csak halkan, ének idején mesélik egymásnak, nehogy szomorú emlékeket ébresszen a házgazdáiban a fej nélküli lovas története.